Szőke Tóth, Cecília audio narrátor, de biztos már nagyon sokan hallottatok róla. Szia, Cili! Szia, Imola! Köszönöm szépen a meghívást, nagy örömmel jöttem hozzátok. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Cili, az első kérdésem az lenne, hogy májustól ezében decemberig mire számíthatunk? Milyen előadások lesznek a Pesti Magyar Színház keretein belül audio narrálva? Az eddig megszokott módon továbbra is, ami a nagy színpadi előadásainkat jelenti, a repertoáron lévő előadások mindegyike igény szerint audionarrációval kíséri, vagy azzal kísérem, vagy azzal kísérem. Tehát, hogy amihez igényt tartotok, azt narrálom. És ezen kívül, ami új bemutatónk volt áprilisban, az az Oliver című előadásunk, a Twist Oliver vittük színpadra, és már ez is ment narrációval. És hát decemberig, ahogy kérdezted, Imola, ami most repertoáron van, és én úgy tudom, hogy marad is, ez többek között például ez az Oliver című előadásunk, a Kincses sziget, akkor amit értékesíteni szoktunk, gyerekelőadások, a Harisnyás Pippi, az Időfutár, akkor a Tündér Lala című előadásunk, a Muzsika hangja, ezek továbbra is mind elérhetők, és hát egy titkot elárulva elkezdtük már az előadások, vagy már elkezdődtek a próbák egy szintén gyerekelőadáshoz, aminek jövő szeptember-október táján lesz a bemutató, és hát nem tudom, hogy elárulhatom a címet, úgyhogy szerintem ez egy előadás. A titkokat nagyon szeretjük. Ez az igen, nem, Imola, de hogy pontos tudnivaló, hogy mi már az idén nagy színpadon nem játszunk, tehát nekünk május 15-én lement az utolsó értékesített nagy színpadi előadásunk, még Lázár Ervines előadásaink voltak, tehát ami a Lázár Ervin program keretében megy, kis színpados előadásaink, az ABC küldetés még mennek május végéig, de azokra osztályok jelentkezését várjuk, és emiatt már ugye, hogy osztályok időben terveznek, foglalnak, ezekre el is keltek már a jegyek, és akkor mi, ahogy minden színház, majd augusztus 20-a utáni első munkanappal megtartjuk az évadnyitó ülésünket, és akkor valamikor szeptember közepe táján kezdjük el az előadásokat, hogy ez még képlékeny, tehát hogy szeptember eleje vagy közepe. És általában az első bemutatónk is így szokott lenni, hogy ilyen szeptember végé lesz. Ez egy nagy családi, nagyon izgalmas, szórakoztató, színes előadás lesz. Ez nagyon jó hangzik. Lenne még egy kérdésem, ami teljesen más irányban visszahet, mi motivált, hogy főállású audio narrátor legyél? Alapvetően, ugye, amikor elvégeztem ezt az audio narrátor képzést, akkor először ilyen egyesületi formában gondolkodtunk az induláson, és mindenki a munkája mellett szeretett volna ezzel a narrálással foglalkozni. Többek között azért, mert nem tudtuk, hogy erre lesz bármelyik színházban is, vagy moziban, vagy bárhol nyitottság, hogy erre egy főállású embert foglalkoztassanak. Ez az egyesület meg is van, működik is, ez az AHU nevű egyesület, és az egyik ilyen színházba való bekopogtatásnak, a Pesti Magyar Színházba kérdeztük meg, hogy mennyire nyitottak erre, hogy látássérültek számára akadálymentessé tegyük az előadásokat. Ott az igazgató azt mondta, hogy kis gondolkodás után, de hogy egy ilyen főállást ajánlott. És akkor őszintén szólva, én még középiskolai magyar tanárként dolgoztam, és én úgy gondoltam, hogy ilyen félállásban, 4 órában megtartanám ilyen óraadóként ott az óráimat, és 4 órában elkezdeném felépíteni ennek a formáját itthon, hogy ez hogy működjön. De a motiválás az, hogy visszatérjek a kérdésre, az onnan volt, hogy az igazgató úr egy 8 órás munkát ajánlott, és
És akkor így hamar rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy így a közönségépítés, hogy ennek a teljes eszközparkját, rendszerét kiépítsük, meg az akadálymentes előadásokra, a jegyfoglalástól kezdve mindennek meglegyen a menete, ez valószínűleg egész embert fog kivenni. Úgyhogy az igazgató részéről jó döntés volt, hogy így gondolkodott, és én is belátom, hogy ez valóban egy egész emberes feladat, és a mai napig így van, mert ugye én nem audionarrátorként, hanem társadalmi felelősségvállalási referensként vagyok a színházban, tehát hozzám tartozik az is, hogy siketek és nagyot hallók is a színházba akadálymentesen érjék el az előadásokat, tehát a jelnyelvi tolmácsokkal én egyeztetek, hogy mikor melyik előadástra van igény, szeretnék, hogy tolmácsoláson menjen, hogy a nagyot hallóknak megteremtsük, hogy a milyen hallássegítő rendszert szerezzünk be. Ugye ez mindig egy ilyen folyamatos feladat, hogy a meglévő eszközöket megnézzük, hogy jól működnek-e, rendben van-e, hogyan lehet tovább fejlődni ebben. Szóval mindig van feladat. Ha más nem, akkor tényleg a szerződéseik, a teljesítési igazolásaik, a bármi. Szóval minden, ami ezzel kapcsolatos, ez mind az én feladatköröm. Úgyhogy van mit csinálni ezzel. Az biztos, és folyamatosan fejleszteni kell ezt az egészet. Cili, azt most már tudjuk, hogy lassan le fogsz doktorálni. Legyen igazad, ámen. Remélem, hogy... Most már nagyon a kapuba vagy, tehát most már csak be kell lépni. De hát ez igaz, tehát hogy tényleg olyan értelemben a finishben vagyok, hogy egy év van arra, hogy a doktori disszertációm elkészüljön, megvédjem, meg egyáltalán, hogy ezt így elfogadják. De hát ugye olyan értelemben meg nem a kapuja, hogy azért ez a nagy feladat. Tehát, hogy most az ember megkapott ehhez mindenféle támogatást, hogy merre vigye ezt a dolgozatot, mi lesz ennek a gerince, egy-egy fejezet kidolgozását is segítik azzal, hogy belsős és külsős témavezetőm, a tanáraim, az oktatóim tényleg szóval olyan fajta segítséget adnak, amilyen erőfelüli, vagy ilyen ember feletti. Most azt mondom, hogy tényleg azzal kapcsolatban, hogy könyvtárba szeretnénk, hogy egy könyvet megvenni. Szóval bármi, ami a dolgozatunkkal, a kutatásunkkal kapcsolatos, ezzel lehet őket zargatni. Úgyhogy ez a része, ez azt mondom, hogy ez kerek, de most jön azért, az mégis az a nagyobb feladat, hogy ez a dolgozat, az összeálljon, és még sajnos még mindig azt mondom, hogy ahogy a második végén is azt mondták, hogy izgalmas a téma, de túlságosan szertágazó, és ezt még mindig nem nagyon tudtam így összekapni. Tehát, hogy most úgy érzem, hogy még egy újabb fejezetet nyitottunk, hogy a Karsai tanár úr, a Karsai György arra biztatott most, vagy azzal motivál, hogy ennek azért van egy ilyen jó kis pedagógiai célja is ennek, hogy az audionarrációnak, tehát hogy ezzel azért lehet oktatni, nevelni, tanítani, és nem csak a látássérült közönséget, hanem igenis a látóközönséget is lehet ezzel a narrációval. Igen, ez most egyre inkább bebizonyosodik, hogy bár ilyen értelemben látunk, de meg kell tanítani a látókat is jó megfigyelőnek, aktív látóvá hogyan tudnak válni, és ezeket egy színházi előadásban, hogy hogyan tudjuk beavatni őket. Tehát, hogy ez szerintem látóknak és látássérülteknek is egy izgalmas terület lehet az a narráció. Szerintem is. És amúgy nagyon örülök, hogy ebbe az irányba kezdtél kutatni, kezdtél el, hát igazából annak is nagyon örülök, hogy ebbe az irányba kezdtél el, tehát anyagot gyűjteni ahhoz, hogy ledoktorálj, tehát én nagyon várom ennek a kimeneteli fejlődését. A kimenetelét én is, hogy hogyan fogok az egyetemről. Biztos, hogy jó lesz. Hogy mi lesz a kimenet. Én nem hiszem, mert már így látom, hogy ez jó fog lenni.
Most ezúttal is köszönöm, hogy segítetted, ugye most ez a pedagógiai cél, ugye itt nem csak a színház pedagógiai, tehát hogy nem csak azt a részét nézem, hogy mint színházi nevelés, meg különböző foglalkozásokban, hogyan drámás foglalkozásokban, hogyan lehetne hasznosítani, hanem pont ugye egy legutóbbi ilyen múzeumpedagógiai foglalkozáshoz készített képekhez írtam narrációt, és te voltál a tapasztalati szakértőm, úgyhogy ezúton is köszönöm, és abban is például ugye azt mondtad, ez nekem fontos visszajelzés volt, hogy nem volt mint egy továbbképzni. Úgyhogy ezek szerint tényleg van a múzeumpedagógiában is, és most egy picit a zenepedagógia felé is szeretnék nyitni, úgyhogy azért is örülök, hogy itt a klubban zenésztársak is vannak. Igen, van egy citerásunk. Igen. Gyöngyi, megkérhetünk, hogy elmondd, hogy mióta citerázol. Hát azt mondhatom azt, hogy 60 éves koromtól akkor mentem ugye nyugdíjba, és akkor határoztam el, hogy én szeretnék egy hangszeren megtanulni. És a citera jutott eszembe, úgy gondoltam, hogy az a legjobban illik hozzám, mert mint a népdal szeretetéhez. Hát, hogy mennyire tudok énekelni, azt a közönség szokta eldönteni, de a hangszer az nagyon közel áll hozzám, egyszerű hangszer, és saját magamat tudom kísérni vele. Még jó is, mert a hangszer az nem engedi, hogy elvigyen az embert a hamisba, hogy hamis hangokat énekeljen ki. Mert ugye az a fülembe duruzsolja, hogy hol is tartunk. És hát én mai napig is, holott már nagyon látássérült lettem, de én úgy gondoltam, hogy attól én még a citerát nem kell, hogy abba hagyjam. Inkább az a gond, hogy a fülemmel is gond van, de szerintem annyira nem azért, hogy azt ne halljam. És nagyon szívesen, hát megyek, ha hívnak valahova. Tehát van nagyon helyes. Nagyon helyes. Igen. Gyöngyiről tudni kell, hogy ő egyik tagunk, akit nemrég ismertünk meg, és nagyon bízunk benne, hogy mindig ott lesz, mindenhol, ahol csak tud. Moni, megkérlek, hogyha van kérdésed, akkor akár a Cecília fele, akár a Gyöngyi irányában. Hát Cecília, én tőled szeretném kérdezni, hogy ezek a látás, hallás, sérült emberek, ők külön járnak színházba, vagy egyszerre, vagy hogy működik ez a dolog? Én abszolút az integráció híve vagyok, úgyhogy együtt járnak, tehát ezek akkor valósulnak meg, amikor ti is, hogyha megnézitek a Pesti Magyar Színház műsorát és a fent lévő havi műsort, ott, ami ott van, hogy nagy színpad, ott minden esetben, minden előadása lehet a akadálymentesítés@mszínház.hu-n jegyet igényelni, és a látás, hallás, illetve mozgássérültek 50%-os kedvezményt kapnak. A kerekes székesek, akik nem tudnak kiülni a nézőtéri székre, ők 1000 forintért jöhetnek a színházunkba, és a kísérőiknek pedig 25%-os kedvezményt adunk. És akkor ez úgy történik, hogy amikor az előadásra mondjuk siketek érkeznek, hogy azt előzetesen innen tudjuk ebből a jelentkezésből, hogy mondjuk valaki jegyet igényelt, hogy a következő Oliver előadásunkra szeretne mondjuk jelnyelvi tolmácsot, mert siket, és így tudja élvezni, akkor elkezdek egyeztetni a tolmácsunkkal, hogy tud-e adott napon jönni. Ha nem, akkor milyen más lehetőséget tudunk ajánlani, hogy akkor melyik napon lesz akadálymentes. De a narrációnál ott minden esetben, tehát az Imola tudja, hogyha egy látássérült van, akkor is megyek. Egy picit még a tolmácsolásnál próbáljuk jobban összegyűjteni az igényeket, de a látássérülteknek, hogyha van igény, akkor bármely előadásra kérhetnek. És ez úgy működik, hogy ugye, ahogy itt láthattuk, hogy az Imolának is, hogy az okos telefonja beszél. Igen. Hogy nekünk is vannak ilyen okos eszközeink, olyan, mint a mobiltelefon, ez egy ilyen iPod Touch. Igen. Ezt már különben nem is gyártja
az ott cég, de hát arra tökéletes, hogy az applikáció, ami Sennheisernek ez a Mobile Connect nevű ingyenesen letölthető applikáció, ezt a színházba érve fel tudnak csatlakozni egy zárt wifi rendszerre, amivel internetezni nem lehet, ez kifejezetten erre szolgál, hogy ez az applikáció működjön, és akkor az élő narrációt hallhatják. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy ilyen sportkommentátor vagyok. Amikor a színészek nem beszélnek a színpadon, tehát amikor nincs semmiféle monológ vagy dialóg, azokban a szünetekben, vagy azok, ugye, amikor olyan csendek vannak, aminek dramaturgiailag nincsen jelentősége, azokban tudom befűzni, hogy éppen milyen hang, helyszín, változás van, és a színészeknek mondjuk a, hát az akciót, tehát magát a cselekményt, ami nem kikövetkeztethető sem a színpadi hangból, sem pedig a szövegből. Tehát ezeket mondom el, ami ebben a rövid időben belefér. És akkor végül is ez a doktori kutatásomban is, ezért a láttatás művészete a címe, hogy ön abban a pici szünetben, na, hogyan kell az információkat struktúrálnom, hogy dramaturgiailag mi az, ami fontos, hogy egyszerre mindent nem is tudnék abban a rövid időben, és másrészt meg nagyon-nagyon fárasztó is lenne a látássérültek számára is, hogy a színházi előadás szövegén kívül mondjuk egy folyamatos beszéd van a szünetekben is. Szóval, hogy ennek a... Tehát ugyanolyan izgalmat próbáltok így megvalósítani a látássérült emberek számára, mintha egy látó látná azt az előadást. Igen. Ezt úgy kell érteni, ezt az izgalmat, hogy az előadás adja továbbra is a legfőbb izgalmat, mert ők ugye hallják a színpadi hangot. De az, hogy amit mondasz, hogy ugye ne spoilerezzek, hogy nem magyarázzak, hanem megtartsam azt, ami a látássérültnek engedi azt, hogy a bizonyos jeleknek az értelmezése, vagy az, hogy ő neki ez alapján, amit elmondok, milyen kép áll össze, azt egy picit hagyjuk szabadon, az ő képzelő erejére bízzuk. Igen. Vagy igen, tehát hogy ne legyen ez egy, hát ennek a határa, hogy hol van ennek a, még a pedagógiája, amivel amúgy tényleg tanítunk, de nem úgy magyarázunk, hanem mint amikor a gyerekeknek is tényleg adjuk rájönni a törvényszerűségekre. Igen. Tehát azért mondom azt, hogy a látóknak ezt ugyanúgy kell tanítani szerintem, hogy sokszor nem tudjuk ezeket, persze, a színházi jeleket, hiszen tényleg aki nem így a szakmában van, vagy nem ismeri, az nem biztos, hogy tudja, hogy mondjuk egy fényjellel hogyan tudunk leválasztani egy teret, vagy lehet, hogy a látásból, ugye mivel abból veszük le az információk 89-90%-át, ezt nem is kell mondani, mert ezt látja, és ezért tudja, hogy ezzel leválasztottunk egy teret, mert a többi része sötét. De hogy egy narrációban ezt hogyan mondjuk jól, és művészien, és hogy milyen virtuóz módon fejezzük ki magunkat, hogy ez ne egy ilyen magyarázat legyen, az érdekes számomra kutatásban. És körülbelül hány ember dolgozik ebben a körben? Hogy szerinted elképzelhető lehet, hogy nem csak magyar sorozatokat narrálnak mondjuk a televízióban, hanem mondjuk külföldi filmeket is? A szakmában azt pontosan tudom, hogy amikor én 2014 vagy 5-ben, mert 2015 októberében már narráltam a Pesti Magyar Színházba, és valahogy 15-ben kaptuk meg ezt a, mégis ez egy tanúsítvány erről a képzésről. Ebben 16-an végeztünk, de volt, aki nem választotta ezt a pályát, mert volt, aki a különben is segítő szakmából érkezett, vakok iskolájában dolgozik, és bár tudja ezt, vagy ennek a módszerét, metodikáját, mégis maradt a... Ebből azt mondom, hogy szerintem így
most már biztos van, aki ugyanúgy, mint én elmondhatja, hogy meg tud élni belőle, uh-huh. és csak ebből. De azért ez a kezdet-kezdetén ez szerintem nem így működött, uh-huh. tehát ez nem így volt. És akkor abból az első turnusból, akik akkor végeztünk, abból van, aki már úgy főállásban ezzel foglalkozik, hogy az egyik magyar csatorna, nem tudom, lehet-e bármit is mondani, ők folyamatosan most már a sorozatokhoz hozzákapcsolják a csatornájukon a narrációt. Igen, így van. Ott ők biztos, hogy foglalkoztatnak minimum 2-3 embert, plusz uh-huh. tapasztalati szakértőt, tehát biztos, hogy látássérültel dolgoznak. Ezt nem tudom, meg nem is tisztelem, hogy ők ezt annyira... Tehát, hogy ez van már olyan szinten, hogy ez egy főállást uh-huh. kitölt, de az biztos, hogy 3-4 embert lefoglal ez a munka. És akkor a következő ilyen audio narrátor képzés az 2020 decemberében fejeződött be, ilyen Covid miatt elhúzódott, ja. előbb befejeződött volna már. Ott már oktattam a színházi audio narrálásnak a gyakorlatát, hogy ez hogy működik, majd jöttek a színházomba és kipróbálhatták, és ott vizsgáztak nálunk a hallgatók, és ebben 12-en, 14-en valahogy így végeztek a csoportban. Azt tudom, hogy hát főállásban szintén nem tudnám azt mondani, hogy van, aki csak ezzel foglalkozik, uh-huh. de tudom, hogy ilyen projektszerűen egyre több uh-huh. dolog van, amit megvalósítatnak. Ugye ez nekik egy nagyon nagy nehézség volt, hogy akkor végeztek, amikor hát tulajdonképpen a vizsgát azt már nem tudtuk megcsinálni, csak online. Uh-huh. Tehát, hogy pont a gyakorlati vizsga, ment az előadás, élőbe kellett nekik narrálni, de az a része nem valósult meg, hogy ami nekem például a gyakorlati munkában az imola tudja, hogy megtörténik, hogy ad abszurdum, a látássérültel is mondjuk van egy kapcsolat, kap egy visszajelzést, hogy aztán lemegy az előadás végén a nézőtérre, mondjuk csak azért, hogy a színház által biztosított eszközöket visszakérje, és akkor kap egy de volt látássérült a vizsgán is, tehát uh-huh. kaptak azért visszajelzést, csak hát azért ez egy picit más volt, és az, hogy nem tudták rögtön elkezdeni ezt a munkát, uh-huh. mert én ugye igen. akkor már elkezdődött ezeknek a streamelt előadásoknak a módszere, de még nem volt meg, még szerintem a... Tehát lehet, hogy a látássérülteknél ez népszerűbbé tudott volna válni, uh-huh. de a színházak közül kevesen reagáltak nagyon gyorsan, és abban a gyors reagálásban meg kimaradt az, hogy akkor ezeket akadálymentesen uh-huh. Ez lett volna kínáljuk. A következő kérdésem. Nálunk a szóval, hogy akkor nem minden budapesti színházban van ilyen lehetőség. A mai napig, 2015 óta a mai napig főállású egyedül én vagyok. Uh-huh. Pedig több konferenciát is szerveztünk, és több helyen is elmondtuk, hogy van, ahol ezt esélyegyenlőségi referensnek hívják, van, ahol társadalmi felelősségvállalási referensnek, és hogy igazából egy-egy színháznak amiatt is megérni ebbe investálni, még ha nem is most főállás vagy, most ez már ilyen részletkérdés. Igen, értem. De hogy státuszba helyezel egy uh-huh. embert, akinek ez a feladata. Hiszen szóval tényleg egy picit azt érzem, hogyha e felé nem nyitunk, hogy szóval nem nyílik ki a világ, és igen. Nem nyitjuk ki mindenki számára a közönség, vagyis hát a nézőtérünk, meg a közönségnek a különböző csoportjait. Szóval mindig csak úgy gondolkodunk, hogy jaj, most indítsunk olyan előadást, ami nem tudom én, mama, baba, csináljunk, csecsemőszínházat csináljunk, nem tudom én, de miért nem csinálunk olyat, amikor azt mondjuk, hogy ez most mindenki számára elérhető. Uh-huh. Igen. És akkor ilyenkor mindig tovább is gondolkodik az ember, hogy oké, ez most így van a kultúra területén, de miért nem jön mindig olyan busz, amire mindenki fel tud szállni? Miért nem jön mindig olyan troli, amire a babakocsis, a kerekesszék is, és mindenki ugyanúgy fel tud szállni? És igenis azt gondolom, hogy a 21. században egyszerűen nem lehet úgy gondolkodni, hogy egy intézménynek az első tényleg
alapkőnél már nincs a terv a fejükbe, hogy hogyan válik ez az épület akadálymentessé. Szóval nem csak az infokommunikációs, hanem a fizikai akadálymentesítés is. Hát, igen, igen. Sajnos hiába a mindenféle törvény, de... Igen, hiába próbálkozom. De én amúgy, azért én valami pozitív akarok lenni, én azt mondom, hogy egyre több helyen látom. Igen, hát, hogy ezért le a pontosan, alapon, igen. Ezért szerintem próbálkozunk mi. Sok helyen megvan a szándék, hozzá akarják tenni, tehát szeretnék megvalósítani. És szerintem tényleg az intézmények, akik kulturális intézmény, akár múzeum, akár bármilyen, vagy iskola látják, hogy szerintem tényleg felfedezik, hogy minden ember különleges bánásmódot igényel, mindenki. Igen. Mindenki más. És amikor gondolkodunk, akkor ezzel ezt kellene így. Igen, értem. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Valakinek még valami kérdése lenne? Lajos? Én csak azt szeretném kérdezni, például hogy tudom most elképzelni, hogy ő benyomasztán, és azok a néma cselekmények, gesztikulációk, a mozdulatok, ami a színpadon van, azt mondja el a naurától? Igen, igen, igen. Tehát nem csak azt mondom el például, hogy nem tudom én, annak kimegy a színpadról, vagy adott esetben, ugye nem mindig azt mondom, hogy a színpad, hanem az a tér, hogy a nappaliból, vagy a, tehát amit éppen ugye a díszlet megjelenít, hanem hogyha belefér, akkor igen, azt a gesztikulációt is elmondom, hogy most kikerekednek a szemei, mert lehet, hogy a hangból levesz, vagy ez most egy ijegység, vagy igen, de hogy nem tudjuk, igen, de nem tudjuk, hogy ez egy ironikus, vagy egy pontosan milyen fajta jelzést, egy kacsintás, egy összenézés, egy jel, ezeket elmondom, igen. Vagy van sok-sok ilyen, minden előadásban van például gyerek előadás, hogy mondjuk egy tündérlalába az áterpáter, a varázsló, amikor a tükörben néz, nem egy valódi tükör van ott, hanem egy ugyanolyan jelmezben egy élő tükörkép áll vele ott szembe, tehát mint egy alter egója áll ott vele szembe. Tehát ilyenkor ugye nem mondhatom azt, hogy tükörben néz, mert nem tükörben néz, hanem valamilyen módon mégiscsak le kell írnom, hogy az egy élő tükörkép. És akkor ezekre is vannak az ilyen előnarrációk, tehát ami ott időben nem fér bele, azt egy ilyen úgynevezett előnarrációba, egy rögzített hangfelvételben mondjuk, hogy milyen helyszínváltozások lesznek, hány szereplő van, az adott szereplők hogy néznek ki. Tehát, hogy arra... Tehát a ruházatot az is, hogy milyen színe van neki. Igen. Csak azt mondom, hogy tehát, aki valaha látott, az el tudja képzelni, milyen az, hogy vörös vagy kék. De aki nem látott, akkor lehet ezt elmondani. Hát alapvetően, én ma ilyen, nézek ilyen negatív, hihetetlen, mindig ezt mondja, pedig ez nem így van. Ez nem így van, Imola. Próbálok. Nem lehet tapintani, de a vakok iskolájában is tanítják a színeket, tehát, és akkor valamilyen érzettel kapcsolják össze, tehát mondjuk azt mondja, hogy a szürke, hogy megfog az ember mondjuk egy követ, egy hideg kavicsot, és akkor azt mondják, hogy a szürke az egy ilyen hideg, ilyen szín, vagy a piros, vagy a narancsárga, vagy ahogy a nap rásüt mondjuk az embernek, és érzett, hogy a bőrét, szóval valami olyan asszociációval, vagy szóval olyannal párosítják, és nekem a narrációban mindig egy ilyen arany középutat kell járnom, hogy amit mondasz, hogy lehet, hogy jön olyan, aki alig látó, lehet, hogy jön, aki gyengén látó, lehet, aki született vak, lehet, hogy valaki 6 éve veszített el a látását, és már nem igazán emlékszik arra, hogy mondjuk milyen színű a kék, de akkor is azt kell mondanom, hogy kék. És akkor jön az természetesen, hogy van, amikor próbálom árnyalni, hogy az a matrózkék ruha, vagy az a... Szóval, hogy hát akkor azt gondolom, hogy szintén segíti ezt az asszociációt, hogyha mondjuk azt mondom, hogy tűzpiros, vagy... Tehát, hogy amikor van rá lehetőség, akkor és van értelme dramaturgiailag is ennek az árnyalásnak, mert mondjuk az egész
díszlet egy fényinstallációra alapul, akkor lehet, hogy ott azért azokkal a színekkel jobban akarok érzékeltetni dolgokat, vagy én is szeretném megmutatni azt, ami valószínűleg a rendező szándéka is volt. Inkább így mondanám, hogy abból is egy ilyen fordító, jó tolmács szeretnék lenni, hogy vajon, de nem. Tehát ugye alapvetően nem tudom, meg nem is azért azt mondják, hogy nem ez a cél, hogy én a rendező hiszem, hanem egy objektív láttatás. De azért én azt gondolom, hogy lehet ezt ilyen művész, ilyen, hiszen mégiscsak egy művészi alkotás akarunk, valami művészi. Nem csak, hogy valaki lát, akkor gyakorlatilag neki nem kell semmit mondani, nem látja. De neki hogy jön le az a kép, mint egy képet látnak a művészi alkotást, mindenki más lát benne, pedig én látom, más érzések jönnek ki belőle. Hát látok, de nem is magyarázzuk ezt alapvetően, de amire én gondolok, hogy a látókat is taníthatjuk ebben, hogy például egy művészi alkotásnál, hogy ki hogyan lát, hogy most a kutatásomban például a Picasso-nak a Három muzsikus című festményét, ez egy kubista kép, amit 1921-ben olajjal festett, azt gondolom, hogy például ugye látó hallgatókat kértem, hogy írják le. És akkor például van olyan, hogy Három muzsikus a kép címe, és audionarrátor hallgató, vagy látássérültek pedagógiát hallgató, 22-23 éves, mondjuk úgy írja le, hogy a képen én két alakot látok. És akkor ugye elmondom nekik, hogy hát de a címe Három muzsikus. Szóval, hogy értitek, hogy nekünk is úgy kell láttatni, hogyha mondjuk nincs meg valami, akkor azt a háttérinformációt hozzáolvasuk. Tehát, hogyha én annyira rossz vagyok abban, hogy festményeket vagy képzőművészeti alkotásokat olvasok, azért van ennek egy irodalma, egy szakirodalma, akkor ahhoz nyúlok. Vagy például, hogy a zenészhez visszakapcsoljak, hogy a Három muzsikus kezében, hogy nem mondhatom azt, hogy furulya van, hogyha mindenhol leírják, hogy ez egy klarinét, és azért egy klarinét, mert ott azt mondom, hogy a Pierrónak van a kezében, vagy a Harlequin Bowlesnak, és akkor már nem lehet, hogy nem jól értelmezem. Viszont, ha én most teljes laikusként bemegyek New Yorkba, nem tudom, hogy ki van állítva ez a kép, nem, én sem gondolom, hogy tudom ezeket rögtön, de mégis itt van az, hogy a látónak is tudom azt láttatni, hogy kik vannak a képen, miért abban a bohóc ruhában vannak, miért így ábrázolta. Tehát olyan, mint az audio guide, amit ugye kérhet az ember a múzeumban, csak azt gondolom, hogy a látássérülteknek annyi plusszal kell leírnunk, hogy esetleg egy picit jobban leírjuk, hogy azt, hogy mondjuk egy kubista képnél, hogy ezek a formák hogy vannak kiváltva, mint hogyha papírdarabok egymással lennének csúsztatva. Szóval valamivel megpróbáljuk jobban érzékeltetni, vagy hogy a mozaik az olyan, amikor összetörünk egy üveget, és akkor annak a sok-sok része van egymásra. Akkor szóval valami több, lehet, hogy többet adunk hozzá ilyen értelemben, de azt gondolom, hogy van olyan része, amit a látó is tud hasznosítani akár. Bizony. Vagy itt a múzeum pedagógiánál volt az, amit a Imolában most kértem, hogy segítsen, hogy egybeállt-e a fényképek, amik készültek ilyen múzeumpedagógiai foglalkozásról, és ott ilyen népi hangszerek voltak, és bizony nekem is segítséget kellett kérni, és fel kellett hívnom azt a múzeumpedagógust, mert én is látó vagyok, és mégsem tudom megmondani, hogy ez most biztos, hogy az a ütőgarton, vagy az a tárogató, vagy az a... Tehát, hogy már... És igen, és hát ebben nem vezethetek félre látássérültet, meg látót sem, tehát... Úgyhogy... Hát elég egy ciki lenne, képzeld, hogy odaírnád, hogy mit tudom én, írnál egy nevet, mondjuk Kürt, vagy bármi, és nem az a... Igen. Tehát én majd vele gondoltam, hogy tényleg minden hangszernek megvan a kis neve, és erre oda kell figyelni. Hát erre is, igen. Meg másokra is, tehát igazából. Meg hát úgy ott voltak mézes kalácsok, ezt csak azért mondom el, hogy tudjátok. És a Cili olyan szépen leírta, és utána olyan szépen elmondták, hogy még mindig kívánom. Igen, de például ebben is volt egy ilyen, hogy
A mézes kalácsos, én se tudom, hiába láttam, hogy persze látom, hogy ez mézes kalács szív, de hogy például ugye, amin ez a fehér tejszín, nem tejszín, tojáshabbat, igen, készítettem a mézes kalács, hogy az az írókás, mert azt azzal ugye tudnak ilyen mintákat. De van az ütőfás, amikor ugye egy ilyen homorú fába belenyomkodják, és amikor azt kijöntik, az ugye domború lesz, és ilyen tapítható mintája van. De az is egy mézes kalács fajta. De én például csak ezt az írókásat tudtam, de annak se tudtam, hogy ez a neve. Tehát, hogy... Hát most már én is tudom, mert eddig én se tudtam, pedig szoktam kalácsolat csinálni, mézes kalácsolat. Igen, én is szoktam. És akkor most igen. Tudom, hogy az írókásat szoktam nem. Én is. Mert az írókás a tojásfestésnél van, az írókás, amikor húsvéti tojást festenek, és akkor én kis szögekkel, vagy nem tudom, mivel csinálják rá. Én ezt a tévében hallottam, volna tudtam. De ezt nem gondoltam, hogy mézes kalácsra is ez a jellemző. Igen, így különböztetik meg, és akkor, na hát így gondolom, hogy a látónak ugyanúgy egy hasznos információ, hogyha egy képleírásnál vagy egy narráció, hogy ez valahogy úgy működik, hogy mi is szerintem, hogyha elmegyünk egy beszélgetésbe, hallunk valamit, hogy citerafó, most mondjuk ciki, ha nem tudom, de tudom, hogy néz ki, akkor hazamegyek és megnézem. Igen. És mondjuk, lehet, hogy itt is több infót adunk, egy picit látónak is, látássérültnek is, és akkor a látó is lehet, hogy akkor ebből ő is hazavisz, megtanul valamit, bizony, vagy bizony. Valami többlettudásra tesz. Igen. Mondja, valakinek kérdés? Szerintem megtudtunk mindent, nem? Hát, Cili, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon örülök. Remélem, hogy még jössz hozzánk. Hát bízom benne, ha hívtak, akkor jövök, de most csak akkor, hogy jöjj hozzá a citerát. Vagy majd mi megyünk hozzá szeptemberben. Vagy gyertek majd így hozzánk, akár igen. A Pesti Magyar Színházba. Akár a zeneházába, hogyha már ugye ott is akadálymentes lesz. Ott mikor? És nyáron pedig, hogy visszatérve, hogy mi most bezárunk a Pesti Magyar Színház, hát úgy, hogy próbálni fogunk, de mi május 31 utántól szeptemberig nem igazán fogunk egyet értékesíteni, de például a Városmajornak a szabadtéri színpadán is van, amikor narrált előadás van, de látássérültek ott is kedvezményt kapnak, úgyhogy ezt használjátok ki. Rengeteg nagyon-nagyon érdekes színes előadások van. Ők ugye vidékről hívnak most különböző színházakból előadásokat, meg budapesti színházak, tehát ott vendégdarabok van, ott meghívott előadás, de nincs saját társulatuk, hanem mindig egy-egy előadás, koncert van, és használjátok ki, hogy ott is van külön a fogyatékkal élőknek van különböző kedvezmény, meg időnként lehet ilyen narrációt is kérni. A zeneházában meg szeptembertől mindenképpen, de addig is lehetséges, hogy... Szóval például Imolát mondjuk hívom majd tapasztalati szakértőnek, vagy mennyire jutottunk az infokommunikációs akadálymentesítésben, mennyit tudtunk előrelépni. Szerintem biztos sokat fogtok haladni, nagyon ügyesek vagytok, de tényleg az van, hogy érdekel a téma, és nem az van, hogy csak úgy csinálom hobbiból. Nálad azt látom, hogy te teljes, hát ilyen gőzerővel. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy kevés ember van hozzád hasonló, de örülök annak a kevésnek is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Cili. Mi elköszönünk a kedves tagjainktól, követőinktől. Majlát Mónika kolléganőm volt az, aki tartotta hűségesen a telefont a kezében. Köszönjük neki a munkáját. Hát nincs mit. Úgyhogy mindenkinek továbbra is kívánunk szép délutánt, szép hetet, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, sziasztok!